erre hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy ez nem lesz egy egyszerű mérkőzés, sőt nehezebb lesz, mint a Vasas elleni találkozó. Annak ellenére elég hamar sikerült megszereznünk a vezetést, egy szép variáció után, és utána is megvoltak a helyzeténk ahhoz, hogy rárúgjuk a második gólt, ezt nem tudtuk megtenni. Sajnos ugye elég sok sérültet kellett mai napon hiányolnunk, sok játékos sérülés miatt nem tudott velünk utazni, és igazából nem tudtam úgy cserélni a mérkőzésen, ahogy szerettem volna. Aztán ugye az ellenfelünk kiegyenlített, és utána pedig a vége inkább egy ilyen küzdelmestre sikeredett, ahol még mindig megvoltak a helyzeteink, de ez a második gól hiányzott, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót. Tehát egy góllal itt nem lehet nyerni, Siófokon.